Itt éppen az eligazítás zajlik a katonáknak, akik a járőrgyakorlat első állomására indulnak. Itt pedig már elfoglalták a helyüket és felvették a pozíciójukat. A 37. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam járőrgyakorlatának egyik állomásán egy ideiglenes megfigyelőpontot létesítettek a katonák. A 3 hetes tanfolyam 28 résztvevője közül 20-an külföldről érkeztek, többek között Törökországból, Szlovákiából és Nigériából. A 4 gyalogjárőr csoportnak különböző szituációkban kellett helytállniuk a közel 20 kilométeres táv megtétele közben. A gyakorlat szerint a megfelelő pont működtetése mellett információkat kellett gyűjteniük a helyi lakosságtól, és az aknarobbanásban súlyosan megsérült személyt látták el. Katonáinkat az életszerűségre próbáljuk meg felkészíteni. Olyan szituációkat állítottunk be nekik különböző helyszíneken, amikkel majd a jövőbeli szolgálatok alapján a missziós területeken találkozni fognak. A tanfolyam elvégzését követően a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Bizottsági és Együttműködési Szervezet, az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek által vezetett katonai megfigyelői missziókban vagy más béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítsenek.